Gáz, villany és biohulladék térségünkben többnyire ezeket az alternatív tüzelési módszereket ismerik. Sokan bálás vagy fakazánnal melegítik fel a házat a téli hónapokban. Pető Tamás víz és központi fűtés szerelő elmondta, hogy sokan félnek a gázzal vagy a villanyjal való fűtéstől, mert drágának tartják. Viszont ez nem minden esetben van így ha az árát nézzük, akkor például egy padlófűtéses újépítésű társas a családi házba a fűtés mondjuk az én otthonomba, ami 130 négyzetméter, 66 ezer kerül villanyfűtéssel egy tél. A most beépített gázkazánunkat például olyan 10 km napi fogyasztása egy gorszkerül gázkazán elbírja, ez mondjuk 100 euró havonta. Ez is szintén egy 130 négyzetméteres ház. Nagyon kevesen választanak más alternatívát, a kispiaci Kovács Ildikó és családja is véletlenszerűen találkozott a geometrikus fűtési rendszerrel. 230 négyzetméternyi területet fűtenek. Nekünk itt a mezőgazdaságban lenne tűzre valunk arra, hogy egy központi kazánnal fűtsünk, de azért a téli szezonban is nálunk rengeteg a munka az állatok miatt, és akkor nem mindegy, hogy még az ember bajlódik a fűtéssel is, vagy pedig bejön egy kellemes 23 fokba, és semmi gondja nincs a fűtésre. A geometrikus fűtés a földben tárolt hőenergiát hasznosítja hőszivattyú segítségével bár a berendezés levegőből is képes meleget nyerni, geometrikus felhasználásáról kizárólag a talaj vagy a talajvíz hőjét felhasználó megoldásoknál beszélhetünk. Az ilyen jellegű korszerűsítésekre ad az Európai Unió támogatást, mondta Pető Tamás. Hát most mindenképp például az Európai Unió ad hiteleket, például a GEF, ez egy ilyen Európai Unió által finanszírozott hitel, amely 20%-ot ad arra, hogyha lecserélik a már meglévő központi gazánokat kazánokat valamilyen energiahordozóra, ami megújul energiás, illetve olyan, ami már eleve megújul energiáról épült. Érdemes rajta elgondolkozni, egy hőpumpára, vagy egy gázkazára megéri utána járni az a dolgoknak. A pályázaton a szerbiai állampolgárok is részt tudnak venni, bővebb információt pedig az alul olvasható weboldalon találhatnak.